Sziasztok! Most az 1993-as Apogee DOS játékkal fogok játszani, a Biomanis-szel, és igazából ezt a konkrét játékot annyira nem ismerem, viszont ismerek egy másik nagyon hasonló játékot, amit viszont nem találok meg. És a keresgélés közben megtaláltam ezt a játékot, és jó időt eltöltöttem vele, és úgy gondoltam, hogy csinálok róla akkor már egy videót is, szóval íme! Oké, szóval itt az Apogee intro, ami egy kicsit rá van szabva ugye a játék témájára és a főhősére. Egy kis felhívás, hogy ez nem server verzió, szóval ez egy teljes verzió. Legyél szíves nem másolni és nem hozzájárulni a kalózkodás terjedéséhez. Meg hasonlók. Na jó, nem olvastam, de mindegy. Nagyjából három szót olvastam ki belőle, és nem igazán érdekel. Szóval, ez a játéknak a kezdőképernyője. Valakire emlékeztet ez a karakter, de igazából nem akarok nagyon belemenni egy kire. Valami másik játék főhősre. Majd eszembe jut valamikor. Általában későn szokott eszembe jutni az ilyesmi. Jó, egy kis credits, igazából nem foglalkozunk vele, mindenféle opciók vannak itt a főmenübe. Hurrá! Ugye, tölthetnénk, elindíthatnánk egy új játékot, konfigurálhatnánk, ami egy jó dolog lenne. Ha lenne kedvem hozzá, vagy akár el is indíthatnánk a játék demót, de nem. Nem fogunk ezzel foglalkozni. Inkább új játékot indítunk. Ez a játék azt hiszem három epizódos, és a három epizódot külön-külön adták ki eredetileg. És kiadták ugye egy egész csomagban is, szóval van egy olyan verziója ennek a játéknak, ami Biomanis csak úgy önmagában is mind a három epizód, ez az első epizódnak a full verziója, szóval azért nem kell külön választani, ugye a játéknak a legelején még ilyen, nem is tudom, ilyen doszos képernyőn lehet választani epizódot, de itt nem kellett. Ezt jó kőbe magyaráztam. Na mindegy. Indítsunk egy normál játékot, az bőven elég. Ugye, fel, le, jobbra, balra. Itt még nincsen dupla VHSD rendszer, lehet, hogy be lehet állítani, valószínűleg be lehet állítani, de igazából nem foglalkozunk vele. Ugye, lehet googolni, ami egy jó dolog. Lehet ugrani, ami még egy jó dolog. Sőt, ami azt illeti, hogyha magasra esünk, akkor nem halunk bele, szóval szépen hátra megyünk, ugye a lezuhant repülőgépbe meglesegetjük, hogy esetleg tároltunk-e benne valami hasznosat, és úgy tűnik, hogy tároltunk egy automata fegyvert, és némi gránátot, 1, 2, 3 gránátot ráadásul, szóval, hogyha már itt van a létre, akkor felmegyünk, és megnézzük, hogy mi is van itt, és remélhetőleg tudok lőni, azt hiszem altal kell, igen! Nem kell, persze azt is be lehet állítani, csak az az alapbeállítás. Bőven elég egyébként jó helyekre vannak kiosztva ezek a gombok. Könnyen elérhetőek. Szerintem azt hiszem joystickra is át lehet állítani a játékot. Az is egy pozitívum persze, akkor azért érvényes már kontrollerre is. Kontrollerre lehet iszonyatosan szerintem jól játszani ezzel. Ugye van elég, ugye, irányítási opció, vagy van egy elég mozgás ahhoz, hogy mondjuk egy kontrollerrel kényelmesebb is legyen a dolog, és igazából csak egy szimpla platformerről van szó, szóval miért ne? Mindenféle aranyos kis szörnyel találkozunk igazából, akiket szépen cafatokra lőhetünk. Ez egy kicsit kontrasztot ad egyébként ennek a játéknak, hogy jaj, milyen aranyos az alien. Aztán így PP lehet lőni.
Azért ez tetszik nekem. Kis szafatkák. Közben mindenféle brutálisan kivégzett holttest van itt. Ez mind az invázió műve, vagy valami. Nem igazán tudom a játék történetét. Annyira nem is érdekel. Csak az volt benne, hogy szét lehet lőni dolgokat. Ugye, amikor 64-esen volt, akkor az egész gépet odaadtam volna egy ilyen játékért. Akkor a platformot önmagát még nem nagyon értékeltem. Csak az, hogy lehet játszani rajta. És hogyha egy ilyen játékom lett volna, igazából... Ugye... Az egyetlen hátránya ennek a játéknak nyilvánvalóan a hangja. Mert azért talán mégse olyan jó, mint egy 64-esé. Legalábbis a szintetizált hangok nem annyira tetszenek. PC-s játékoknál. A 64-esek nyilván jobbak, és hogyha a 64-es játékoknál ugye minden játéknál ment volna a zené és a hangeffektus háborítatlanul egymás mellett, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy ez tökéletes. De hát van egyfajta szépsége annak is, hogy limitációkkal kell dolgozni a 64-esnél. Na mindegy, végül is ez nem... Nem egy 64-es játék, de bizonyos szempontokból meg igazából nem érdekel, mert lehet lövöldözni. Mégpedig így lehet lövöldözni. Ugye nem golyókat lövünk ki, hanem csak egy vonalban vagyunk, és az valahogy így egy kicsit, nem tudom, életszerűbb. Hogyha egyáltalán lehet ilyet mondani egy olyan játékra, ahol ekkorákat lehet zuhanni. Kis rózsaszín pamacsok. Kis félgecskék. Hopp. Az a baj, hogy a létrának ugye az oldaláról nem lehet lőni, szóval fel kell ugranom, és így lehet lőni legfeljebb. Ajjaj. Na. Ezek ilyen eléggé... necces helyzetek, nagyon könnyen le lehet csorogni a platformnak a széléről az a kis kritikám ezzel kapcsolatban, hogy a platform szélén nagyon ritkán lehet rendes ugye, szilárd fogást találni. Ezt nem tudom, hogy hogyan lehet kinyitni, szóval meg se próbálom. Hip. Aha. Elvileg most már van valami kulcsom, vagy nem tudom, kell lennie valami kulcsomnak. De tök mindegy. Ugye itt fent, ennek az épületnek a tetején felkapcsoltam egy kapcsolót, és az azt jelenti, hogy ennek az épületnek itt ennél a részénél, itt már mozog ez a lift, vagy felvonó inkább, ami egy és ugyanaz. Joppá! Nem, ne ez az, hogy megint lecsorgok. Most el akarom venni a bónuszokat. Ez az. Jó van, most már rendben vagyunk. Három életem van,
még mindig nem pusztultam meg. Csodálatos módon. És megyek fel. Nem tudom pontosan mit keresek, szerintem igen, ezt az ajtót. Ah, és ki tudtam nyitni, jó van. Nem tudom melyik az a pont, ahol megszereztem ehhez a kulcsot, de igazából nem érdekel. Megvan a kék kristály, oda nem megyünk, itt már jártunk. Hopp, ez az. Én ehhez... Ez az. Igen, és ide jöttünk, és a csávó a leszakadt pulcsiával azt mondja, hogy minden egyes pályán lehet egy ilyen hozzá hasonlót találni. Aki majd ad egy kulcsot, és itt fel lehet szedni még két gránátot. Nem tudom, ez piros gránát, nem tudom, hogy mennyivel jobb a zöldnél. Odaig még nem jutottam el, hogy kitaláljam. Technikai szünet. Jól van. Visszatértem, amint látjátok. És most teljesen véletlenül mellé ugrottam, amikor totál előttem volt a kijárat. Csak annyi történt ugye, hogy megvolt ugye a pályakulcs, és a pályakulcsot azt bedugtam a helyére. És onnantól kezdve tovább léphettem a következő pályára. Ez a játéknak a rendszere. Elég egyértelmű. Tűz! Oké, közben el is felejtettem az irányítást. Szóval van egy ilyen koboldunk, vagy mi az Isten, ami tűzzé alakul. Ez pedig ilyen kamikáze rakétarobot, akármi, ami ugrik. Csak annyit kell csinálni, hogy be kell állni alá, miközben ugrik. És szépen kikerül minket magától. Nem kell nagyon erőlködni vele. Ezekbe viszont bele kell ereszteni egy párat. De ezen a pályán lesz majd egy kis nyalánkság, ha eljutok odáig. Nyi! Fölfelé. Azt hiszem, hogyha lángformában vannak, akkor nem immunisak a lövedékeinkre, szóval nyugodtan elvileg lehet beléjük lőni, bár ezt így nagyon ilyen autofire-nál nem tudom így kideríteni. Nincsen érzékem ahhoz, hogy számolgassam a találatoknak a számát. Húj! Ah, franc. Hát nem lehet itt kikerülni. Ott van egy ilyen benga nagy izei, ami lő. És nem jó, hogy lő. Legalábbis nekünk nem tetszik. Na, ez a kis kobold, ez lezuhant. Oké. Nem! Úgy tűnik, hogy mégis immunis. Ó, oh, a franc. Igen, ez eléggé komolyakat tud lőni, szóval jó, meg tud minket szivatni. Szerencsére azt hiszem volt egy negyedik életünk, és most még mindig három van. Ez gyorsabban fog már fogyni. Az első pálya nyilvánvalóan, mert az első pálya azért nem volt annyira komoly kihívás, de dagadj meg! De most már kezdenek komolyodni az ellenfelek, szóval nem kukacokra fogunk lövöldözni, ez biztos. Ezt a játékot mégiscsak Biomanisnek hívják, nem véletlenül. Nem akarok meghalni! Azaz. Legyen szíves megdögleni. Ez az. Na, ez az a nyalánkság, amiről beszéltem. A plazma nyaláb. Ezt szeressük. Mert ilyet tud csinálni.
Ugye nem lehet normál lövedékekkel kilőni ezt a kis vackot, kis kamikáze ugró rakétát, hanem... Hoppá! De a plazma az kilövi. Az hatástalanítja. Puty! Kész. Nem kell vele szűrőzni. Ebből is azt hiszem kettő kell? Igen, ezeknek a... kis nyomiknak. Oké. Ugye... Nem tudom, hogy mennyire kell magyarázni, de amennyi kulcsot felszedtünk, annyi ajtót tudunk kinyitni. Jö. Az. Veszély hatástalanítva. Ugye rakad gránátunk lesz, és nem fogjuk őket használni. Talán meg kéne próbálni mondjuk. Nagyon úgy tűnik, hogy nem használ a gránát ezeknél. Ezért kaptak egy intenzívebb plazma lövedék kúrát. Jó. Ez az. Még egy kis plazma. Nem rossz az, ha van, mert ezt a nagy bengát könnyebb elintézni, hogyha van ebből. És ezért kell egy kicsit spórolni vele. Na és itt van egy robot segéd, aki elvileg megismétli a lövéseinket, szóval még ő is lövöldöz. Azt nem tudja, ne azt nem tudom, hogy én irányítom-e, vagy ő irányítja magát. Azt hiszem csak ismétli a lövéseimet, de gőzöm sincs. Oké, egy kis élet, ez jó. Egy checkpoint. Ez az. És azt hiszem, hogy ez egy... Igen, az egy milyen kulcs. Azzal lehet felszedni a hostage-et. Szépen óvatosan kell haladni ezen a pályán. Akkor nem érhetnek minket meglepetések. Ez... És felszedtünk még egy életet, és már 5 életünk van. Szóval itt lehet igazából még feltankolni életből. Oh. Azt hiszem ennek a nagy darabnak 4 lövedék kell plazmából, hogy megdögöljön. Még egy plusz élet. Ez. Na most eléggé sebezhetőek lettünk. De összeszedtük a következő pálya kulcsát és tovább mehetünk. Igen. Na ez egy érdekes pálya itt, hogyha az alján végig megyünk, akkor ezeket a dínókat kell lövöldöznünk, ugye az első pályán már találkoztunk velük. Ezzel semmi gond, igazából amíg nem lőnek az ellenfelek, addig semmi probléma nincsen. Az a baj, hogy ugye az előző pályán is volt egy lövöldözős valami, ami most itt nem lesz. Ha jól tudom, egy sem lesz belőle. Viszont az ágakon, hogyha felmegyünk, akkor kígyók vannak. És azok köpködnek. Mégpedig valami csúnya genyát. Ez az. Jó van. Itt jön Barney, a dinoszaurusz. Csak zöldbe. Hát a Saban már nem jön, mert az összeset kinyírtuk. Úgy tűnik, hogy ők lakják, ezek a dinoszauruszok lakják ennek az erdőnek a legalját. És itt kúszkálnak a kukacok. És ez kimondottan későn jelent meg a
akár csalásnak is vehetném a játék részéről azt, hogy milyen kis... Ez az, most jönnek kígyók, ajjaj. Ezek fogják megkísérteni az élet... Igen. Megkeseríteni az életünket, elnézést. Egy kicsit beszédhibás vagyok. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Na. És az a szar, hogy ugye ezek az ágak a platformok, amikre fel kell ugrálni, és természetesen ugye az ágak széle az teljesen eltakarja az, hogy hol is van a vége a platformnak. Szóval nem csak az, hogy a platform az olyan csúszkálós, meg ilyesmi, de nem is lehet látni a szélét. És ez szívás, mert közben meg... Anyád. Nevetséges. Az a szívás, hogy nem lehet fölfelé lőni. Hogyha lehetne fölfelé lőni, vagy lefelé lőni, ugye, egy kicsit több irányba lövöldözni, akkor meg lehet oldani ezt az egész játékot rendesen. De így állandóan szívunk. És most megpróbálom kihasználni a helyzetet, mert összeszedtem egy ilyen sebezhetetlenség koktélt. Istenem, nem tudok lőni? Tudok lőni, csak eltalálni dolgokat nem tudok. Ez az legalább van egy checkpointom. Oké. Úgy tűnik, már nem vagyok sebezhetetlen. Semmi gond. Aj, vissza az első kockára. És újra másszunk fel. Újra próbáljunk nem leesni. Lehet, hogy kontrollerrel tényleg egyszerűbb lenne. És csak is kizárólag a lustaságom áldozata vagyok, hogy nem kötöttem rá. Nem lenne ezt mondjuk rossz, hogy CRT-TV-n játszani egyáltalán. A kicsit a színek talán túl PC-sek. Ugye, nagyon kontrasztosan elütnek egymástól a különböző képpontok, de még a 64-esen is rendesen megvan ez oldva. Csak a 16 bites érából a PC-s játékoknak a színe ilyen gány. Egy kicsit. Ez az. Hop, a franc. Lehet itt váltani fegyvert, vagy valami tab, nem? Túl lusták vagyunk megnézni az opciókat. Közben egyébként iszonyatosan rossz, hogy egy csomó minden ugye elállja magát a karakteremet. Mármint, hogy ugye minden előttem van, még az ágak előttem vannak, a fák előttem vannak, és igazából nem, néha nem látom magamat, és nem nagyon tudom a saját mozgásomat koordinálni. És ott van az, hogy néha ugye a... Hopp. Oké. Néha a füvön kellene keresztül látnom. Ahhoz, hogy lássak egy ellenfelet, és... Hát az nem megy. Van még 5 életem. Hát... Jobban megy ez a játék, mint legutóbb, amikor próbálkoztam egy videóval.
mert ott az előző pályán meghaltam. Felmerül a kérdés, hogy megpróbáljam-e végigjátszani ezt a játékot, mert az igazság, hogy nem egy rossz valami ez. Szeretem én ezt csinálni. Itt egy slime. Itt csúszkál. Ez az. Nesze. És hova tűntek az előző pályáról a gránátjaim? Az nem számít? Öp. Nem. De ez az. Nesze gránát. Hát nem akar megdögleni. Golyótól akkor kap egy gránátot. Velem lehet tárgyalni. Ó! Zöld kristály. Gondolom valamibe bele kell tenni. Aminek kristály formája van. Oké. Helytelen. Jó van. Oké, van nekünk életünk, szóval... Hogyha kellőképpen óvatosak vagyunk, akár még végig is vihetnénk, de... Nem hiszem, hogy végig fogom. Jaj! Csak még ezt a pályát, esetleg. Ez a pálya is mentés. Valamit felvettem. Az a jó, hogy nem tudom, hogy mit vettem fel. Megdobom egy gránát, hát ha eltűnik. Azaz. Nincsen plazmám, szóval inkább gránátozok. Ó, ide kellett volna a gránát viszont. Nesze. Ó, gránát, azaz. Hő. Ez az. Egyszerűen oldjuk meg a dolgokat. Végülis törekedni kell a minimális sebződésre, szóval jól csinálom, amit csinálok. Ó, nem, tessék meghalni. Itt van a vége az utcának. Nem baj, jó irányba haladunk. Igazából nem baj, hogyha elveszítünk egy pár életet, úgyis túl sok van. Mi lenne, hogyha szét lehetne lőni ezt az izét? Nem. Annyi türelmünk nincs. Még egy kulcs. Szerintem azért nyugodtan lehetne ugyanolyan bőségesen. Ugyanolyan bőségesen lehetne ilyen élet plusz, meg nem tudom, hasonló ilyen bónuszok. Mint a második pálya. A második pályán rengeteg életet kaptam. Úgy vettem észre. Ó,
Az a szerencse, hogy ez a kis izé nem túl intelligens. Csak a vakon megy jobbra-balra. Picit lassan. Lassabban, mint amennyire én szeretném. Be a zöldet. Ez mi? Itt egy csávónak a feje. Szóval lehet platformokat tologatni, az jó, az tetszik. És most szépen felugrunk, van két gránátunk, az szuper. És hogyha már itt vagyunk, akkor megdobjuk azt az izét is. Nesze. Bár lehet, hogy nem... Ja, lehet, hogy ő immunis a gránátra. Jó van, akkor jó elhasználtam. Ilyen nincs. Azt nem értem, hogy egy checkpoint mit csinált, vagy egyáltalán ott voltam egy checkpointnál. Nem is emlékszem, hogy ezen a pályán már találkoztam egy checkpointtal, vagy sem. Teljesen üres az agyam. Pontosan teljesen lyukas. Azaz, menjünk föl. Oldal. Azaz. Na. Egy kicsit sok itt a... meglepi sebzés, az nem tetszik nekem ebben a pályában. De s ugye kevés a gránát is. A fene! És elveszítem az összes hat életemet, és totál nem direkt csinálom. Bár az is igaz, hogy ez nekem... viszonylag új pálya, legalábbis egy emlékezetből. Nem tudom, valahogy az első pályák maradnak meg az emlékezetemben. Nyilván azért, mert többet játszok azokon, de... Jaj. Például... Most így hirtelen most egy példába bele akarok gondolni a Midnight Resistance-be. Mindig az a pálya jut eszembe, ahol még ilyen le kell lőni ezt a jözet, ezt a... az első tankot, aztán a rákövetkező erdős pályán a másodikat. Vagy valami ilyesmi. Ez az. És sem tudtam megúszni sebzés nélkül. Kulcs. Na ne! Most viccelsz. Oké, akkor vissza. Megpróbálni egy életből. Jó, nincsen kulcsom. Nem. Nem itt meghalni. Legyen szíves. Itt van. Ja igen, le kellett valahol zuhannom. Jó van, most már megvan a... hostage. Már kell, mehetünk is tovább. Jó van. A kis slime most nem fog megfordulni, remélhetőleg szépen kikerüljük. Tovább megyünk, itt van a szurkálós rész. Oké. És szépen, nyugodtan lezuhanunk. Itt a slime. Nincs kulcsunk? Jól van, még mindig nincs. És következő pálya. És nem kaptunk semmilyen plusz
növedéket, vagy ilyesmit, szóval itt fogunk megdögleni. De legalább idáig is eljutottunk. Ebben a videóban. Szuper. Jó van. Egy, kettő. Nem szabad beleszaladni. Az okádékba, amit kilő. Az a csatorna szörny. Uha, nagyon ellenálló egy nagy darab dögez. Jaj, oké. Okay. Ó, még van egy életünk, szuper. Az se fog sokáig tartani. Legalábbis nem látom nagyon... Jaj, főleg, hogyha ide felmegyünk. Már lehet, hogy kell. Attól félek, hogy kell. Ez az. Ronda dögök. Hehe, plusz egy élet. Nem olyan könnyű meghalni itt. Jó van. Megpróbálom úgy felfogni, hogy feláldoztam egy kis életet egy gránátért. És gránátot sem lehet létráról dobni, pedig nagy szükségem lenne rá. Te, azaz. Jó van. Kis slime. Kikerüljük. Mint látjátok, fejlettek a reflexeim. A teljesen egyértelmű lángcsóvát nem tudom kikerülni. Felveszük a könyvet, az 800 pont. Na. Még egy slime. De rohadt idegesítők vagytok. Nem lehet szétlőni. Ja, de van gránátom. Hát, hogy azt kéne dobni rátok, csak sajnálom a muníciót. Inkább nem sajnálom. Na, tessék megdögleni, ez az. Legalább ezt a dobótávot ki tudom számítani. Meghalni, azaz. Hát ez fájdalmas volt. Hosszú gyaloglás. Hogyan tudom én ezt nem kikerülni? Nem. Ez az. Nesze, gránát. Checkpoint is megvan. Apró léptekkel követem a kis taknyot, ami a földön kúszik. Nincs egy darab gránátom se, sajnos. Őt persze nem eszi meg a láng. Egy plusz élet.
képtelenség ebben a játékban rendesen meghalni. Az ember már azt hinné, hogy vége lesz a videónak, aztán mégse. A fene. De utálom ezeket a kis rohandaságokat. Ezt direkt csinálják. Jó, mindegy. Game over. Ennyit erről. Nem direkt csináltam, de... próbáltam tovább haladni. Azért ezek a kis zöld taknyok kikészítik az embernek a... a türelmét. Az enyémet totál. Ja, Istenem, borzasztó. De maga a játék egyébként jó. Szóval tetszik. Nem is tudom... Hát... nem tudom, hasonlít valamilyen játékhoz, csak nem emlékszem már a nevére. Talán a Monster Bash-re, talán azzal játszottam jóval többet, mint ezzel. De nem tudom. Mondjuk ahhoz is rengeteg türelem kellett. De esetre tetszik. Tetszik az, hogy ilyen kontrasztos az egész játék, hogy gyakorlatilag ilyen rajzfilm szörnyeket kell nagyon brutálisan leölni, legalábbis a korhoz képest, ugye, eléggé brutkó a játék. Na mindegy, egy kicsit fáradt vagyok, szóval elköszönök. Like, dislike, komment, odalent, sziasztok!